Folyamatosan tesztelték a gyanús eseteket a COVID-járvány idején a megyében. Ebben a munkában jelentős részt vállalt az Országos Mentőszolgálat regionális szervezete is. Úgy végezték ezeket a teszteket, hogy közben hagyományos tevékenységüket, a mentést és a betegszállítást is meg kellett oldaniuk, mondta 35 perc című műsorunkban Dr. Kortmáros Ferenc regionális igazgató. Olyan kihívásokkal kellett megküzdenünk, amire nem is volt bevált recept eljárásrend. Ugye az elején még mindenki csak a kiutat, a megoldásokat, a lehetőségeket keresi, illetve a probléma lehetséges mértékét próbáltuk megtervezni, felvázolni majd, majd ugye olyan feladatok kerültek a mentőszolgálathoz, amely nem klasszikusan a mentőszolgálat mindennapi feladatául adódott az elmúlt 74 évben. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy párhuzamos mentőszolgálatot építettünk ki, amely egyik része megfelelte a klasszikus békebene, békebeli ellátási formáknak, hiszen infartus baleset, az továbbra is volt Covid helyzettől függően vagy függetlenül, és természetesen ugye a Covid világjárvány jelentette, speciális ellátási formák, szemléletmód is be kell egy a szol, ö, szolgálat életébe, illetve ugye két plusz olyan feladatot is kapott a mentőszolgálat, már a kezdet a határ ö, beléptetésnél az egészségi szűrést az én bajtársaim végezték az összes határszakaszon, illetve ö, a mintavételezési eljárásokban is markánsan kivette az országos mentőszolgálata a részét, ö, akár az úgynevezett statikus mintavételi pontokon, akár a betegek lakásán történő mintavételezésben. Úgyhogy ezekre teljesen új eljárásrendeket, kubatúrát, eszközrendszert, módszertant kellett kidolgoznunk az elmúlt években. Február végétől folyamatosan érkeznek a menekültek a magyar-ukrán határon át. Alig ért véget a járvány, már is újabb extra feladatot kapott a mentőszolgálat. A menekültek egészségügyi ellátását végezték el a határon. Kézben tartható, karban tartható az a kihívás, az a megterhelés, ami ott jelentkezik. Persze külföldi állampolgárok, igen, sok esetben a személyazonosság, az alapbetegségek, a kórtörténet, a gyógyszerszedés, minden kérdéses. De nagyon sok társadalmi szerepvállaló, illetve alternatív mentő szervezet teljesít a határon szolgálatot. Ugye a kormányhivatal, illetve maga a kormány megbízott fogja össze az ottani munkát. Nagyon jó kapcsolatunk van minden kint lévő civil szervezettel vagy mentőszervezettel, és így együtt közösen, hál' Istennek, azt látjuk, hogy nem volt még olyan, olyan kihívás, aminek nem tudtunk volna megfelelni. Mindenki számára meg tudtuk találni a megnyugtató megoldást. Sok esetben nem is egészségügyi megoldást kellett itt találni, hanem szociális ellátási formákat, vagy pedig szétszakadt családoknál megteremteni egyfajta elhelyezési lehetőséget tehát nem is mindig kifejezetten az egészségügyi volt, de természetesen ott voltunk, ott vagyunk, és ezekkel a szervezetekkel közösen segítünk, ahol tudunk. A regionális szervezetben jelenleg 1500-an dolgoznak, és nincs betöltetlen álláshelyük. Eszközparkjuk is folyamatosan fejlődik, hogy minden körülmények között a legjobb ellátást tudják nyújtani a bajban lévőknek.